Hamarosan a zeneiskola folyosója is megtelik élettel, és már nem csak az otthon lesz hangos fuvolától, zongorától vagy gitártól. A Fusz János zeneiskolában nem csak a vírus okozta helyzet miatt rendkívüli az idei tanévkezdés. Intézmény vezetőnk, Fritz Józsefné, augusztus 28-ától nyugdíjba ment, és most majd 4 hónapos sétáló idejét tölti. Ezután tudják kiírni a pályázatot, beérkeznek a pályázatok, elbírálják, és innentől kezdve lesz nekünk új intézményvezetőnk. Ezt az időszakot át kellett hidalni. Igazgatónő engem kért föl, hogy erre a körülbelül fél évre szóló időszakban tegyem meg azt, hogy én leszek a tagintézményvezető. Semmilyen kisebb csoportnak a vezetését sem vállaltam el korábban, úgy mint tanszakvezetés például. Nagyon szívesen dolgozom csapatban, és vagyok a háttérben, vagy egy-egy munka irányítója. Régebben voltam zenei tábornak a vezetője, de azt gondolom, hogy ez egy egész más helyzet. Tehát a múlt héten volt már egy 5 napos kurzusunk, ahova szegedi művésztanárok jönnek, és 5 napon keresztül foglalkoznak a környékbeli gyerekekkel, zongora, gitár és fuvola hangszereken. Ez már egy megterhelés volt, ez nyár elején lett volna, szerettük volna bepótolni. Hát gyakorlatilag tegnap kezdtem meg a vezetői feladatokat, és már attól izgultam, hogy a szülői értekezleten az elsősöknek és a szüleiknek bemutassam a zeneiskolát, hívogassam őket a zeneiskolába. Félő volt, hogy a tavalyi rendkívüli tanév miatt diákokat veszít az intézmény, de szerencsére inkább növekedett a létszám. 116 gyerek iratkozott eddig be, még ez 1-2 számmal nőhet a héten, ami nagyon jó. Tehát az elmúlt években volt egyszer egy radikálisan csökkenő időszak, amikor azok a gyermekek, az volt az a korosztály, ahol kevés gyermek született. Most erről az évről elmondhatom, hogy ez azt jelenti, hogy a tavalyihoz képest egy picit még nőtt is a létszámunk. Mindig lemorzsolódik ugye pár gyerek végzett betegség miatt, illetve egy 4-5 év után azt mondja, hogy hát inkább a sportot választja, ahol szintén nagyon sok az elfoglaltsága. Ez viszont nem történt meg, hála Istennek, viszont 2 kis előképzős kezdőosztályunk lesz, megfelelő létszámmal, úgyhogy ennek most nagyon örülünk. Itt is, mint minden intézményben, szigorú higiéniai előírásokat kell majd betartani a vírus veszély miatt. Megkaptuk már a központi iskolai értekezleten is, illetve országos közlönyben megjelenő utasításokat, hogy mit kell végrehajtanunk. Igyekszünk maximálisan ezeknek a pontoknak megfelelni. Hát vannak bizonyos körülmények, amit nehezebb egy iskolában. Például nálunk, ha van egy 14 fős csoport, akkor egy részét tudjuk külön padba ültetni, más gyerekeket nem. Az már tisztázott, hogy szülők nem jöhetnek majd be az épületbe, még maszkban sem. A gyerekek pedig fertőtlenítéssel, kézmosással jöhetnek be, és úgy is mehetnek ki. Nehéz, tehát ez még nehezíti, az amúgy is nehéz első heteket. Szoktuk mondani, hogy az óra beosztás napja az az év legnehezebb napja. Tehát az egyeztetés, ki mikor jön, hova megy, hát ez erre most még plusz rájönnek ezek a nehezítések. Tavaszi tapasztalatokat tudjuk, már akkor is megosztottuk egymással, de most azt hiszem, hogy már anyagdűjtésben, könnyebb kommunikáció szerint tudunk dolgozni, és a zenében ez azért különösen nehéz, mert
bármilyen fórumon érintkezünk a gyerekkel a hangszeres órával kapcsolatban, szolfézson is, nincs meg a személyes kapcsolat, elsősorban ez. Másrészt, hogyha bármilyen hangszert tanítunk, akkor odalépünk, megmutatjuk, odaigazítjuk, beleszólunk, innen menjünk. Na most onnantól kezdve, hogy egy fuvola tanár egy bizonyos herc fölött nem hallja, hogy mit fúj a tanítványa, illetve késik a hang, illetve torzít, szinte lehetetlen. Szinte lehetetlen, viszont új ötletek jöttek, kaptunk segítséget ehhez, és reméljük, hogy ha lesz is ilyen, akkor kevés helyen tudjuk, hogy a gócpontokat fogják csak elkülöníteni, úgyhogy igyekszünk ezt megelőzni.